Kívánok és sok szeretettel köszöntök minden megjelent kedves vendéget. Azt hiszem, hogy egy izgalmas pillanathoz érkeztünk. Az én és a környezetem a Balatonfüledi óvodák részére kiírt óvodai rajzpályázat eredményhirdetése fog következni. Az óvónők nagyon komolyan vették a feladatukat, hiszen 54 darab pályamunka érkezett be, és ezért nehéz volt a döntés, több külön díj és kiosztásra kerül. A zsűri tagjai között Párfi Károly, balatonfüredi festőművész urat üdvözölhettük, illetőleg Somlai Szilárd, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park oktatási szakreferense vett részt, és Kovács V. Enceszter nyugalmazott óvoda vezető, az egyes számú óvoda volt vezetője. A zsűri kiemelte és külön dicséretben részesítette a pécsei tagóvodát a beérkezett nagyszámú ötletes esztétikus pályamunkáért, a sokszínű technikai megoldás alkalmazásáért gratulálunk nekik. És akkor most azt hiszem, hogy a legizgalmasabb pillanathoz érkeztünk. A rajzpályázat első helyezettje, Biros Boróka, 5,5 éves, a 3-as számú óvoda pécsei tagóvodájából. A díjat az Ökopak non-profit KFT ajánlotta fel, és Tornai Andrásné, Ajka város óvodáinak vezetője adja át a díjat. Azt hiszem, hogy egy nagy tapsal még utalnak aki Borókán. A második helyezett Korompai Ákos 6,5 éves, az egyes óvoda Park utcai óvodájából. A díjat Párfi Károly balatonfüredi festőművész adja át, a díjat az Ökopak Non-Profit KFT ajánlotta fel. Gratulálunk, Ákos! A harmadik helyezett György Réka, 5,5 éves, szintén a pécsei tagóvodából. A díjat Kovácsné Enceszter nyugalmazott óvodavezető adját, a díjat szintén az Ökopak Non-Profit Kft. Ajánlotta fel. Gratulálunk, Réka! A külön díjak, ez nem rangsor, hanem sorba mondom a gyermekek nevét. Köles Borbála, 5,5 éves, a pécsei tagóvodából. A külön díjat a Balatonfelvidéki Nemzeti Park ajánlotta fel, és Somlai Szilárd, a Nemzeti Park oktatási szakreferense fogja átadni a díjat, és a következőt is majd. Borbála. Gratulálunk Borbálának! Igen. És akkor megkérünk Szilárd, hogy légy szíves maradj még itt, mert a következő díjat is te fogod átadni. Pap Letícia, az egyes számú óvoda, a Rácsi tagóvodájából. A külön díjat szintén a Balatonfelvidéki Nemzeti Park ajánlotta fel, és Somlai Szilárd adta át a díjat. Gratulálunk! A következő külön díjazott Balog Júlia, 6 éves, szintén a pécsei tagóvodából. A díjat a Nők a Balatonért Egyesület ajánlotta fel, Sauer Rózsa, az Egyesület elnöke adja át a díjat, meg kérem, hogy fáradjanak ide. Gratulálunk, Júlia! A következő külön díjazott Vörös Dominika, 6 éves, pécsei tagóvoda. A díjat a Balatonfüredi Művelődési és Oktatási Bizottság nevében Párfi Károlyné, a bizottság elnöke ajánlotta fel, és a díjat szintén Párfi Károlyné, a bizottság elnöke adja át. Gratulálunk! A következő külön díjazott, és kicsit ugye szívem csücskében, és természetesen mindenki, de Hajdú Péter Ákos, 2-es számú óvoda, Magyarország utcai tagóvoda. A díjat a Művelődési és Oktatási Bizottság nevében Párfi Károlyné, a bizottság elnöke ajánlotta fel, és szintén ő adja át. Köszönjük szépen! Gratulálunk, Ákos! A következő külön díjazott Tóth Sára, 6 éves, pécsei tagóvoda.
A külön díjat Balatonfüredős város önkormányzata nevében Kiszeli Pál alpolgármester úr ajánlotta fel, és a díjat alpolgármester úr fogja átadni. Köszönjük szépen! Gratulálok, Sára! Köszönjük szépen! A következő külön díjazott Giba Martina, 6 éves, a 3-as számú óvoda Pécsei tagóvodájából. A díjat a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ajánlotta fel. A díjat átadja az iroda vezetője Bartaló Zsuzsanna. Köszönjük szépen! Gratulálunk, Martina! Következő díjazottunk Herold Lili, 6 éves, szintén 2-es óvoda, Kossuth utcai óvodája. A külön díjat a Probio ZRT ajánlotta fel, a díjat átadja Pető Piroska, a Probio ZRT munkatársa. Gratulálok, Lili, gratulálok! Köszönjük szépen! A következő külön díjazott Petrőtei Vivien, 6 éves, az 1-es számú óvoda Arácsi tagóvodájából. A külön díjat a Balatonfüredi Település Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nevében Pálti Károlyné bizottsági tag ajánlotta fel, a díjat Pálti Károlyné a bizottság tagja adja. Köszönjük szépen, gratulálok, Vivien! És 10. külön díjazottunk Rózsa Dorottya, 6 éves, az 1-es számú óvoda Vasút utcai tagóvodájából. A külön díjat a Magyar Külkereskedelmi Bank Balatonfüredi fiókja ajánlotta fel, a díjat átadja Vida Júlia, a Füredi fiók munkatársa. Köszönjük szépen és gratulálunk Dorottyának! Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer!